Inkluzív nevelésről akkor beszélünk, ha a fogyatékkal élő gyerekeket egy iskolában és egy osztályban nevelik, a jellegzetes, átlagos fejlődésű gyerekekkel. Az inklúzió kérdése nagyon érzékeny téma, megosztja a kutatókat, a pedagógusokat is. Pedagógiai szempontból az integráció egy magasabb fokát jelenti. A korszerű tanárképzésben az inkluzív nevelés egyre inkább előtérbe kerül, de az iskolákban nem terjed ugyanolyan ütemben az inklúzió. Ennek személyi, tárgyi akadálya is van. A befogadó iskoláknak fel kell készülniük az inkluzív nevelésre. A mai inkluzív nevelés programjai nem egyszerűen pedagógus és gyógypedagógus együttműködését képviselik az osztályteremben, illetve az iskolában, hanem osztálytársak segítő együttműködését. Ennek az a jelentősége, hogy az osztálytársak együttműködése révén a gyerekek megtanulják a mások helyzetébe való beleélést, tehát az átlagos fejlődésű gyerek számára ez egy nagy ablaknyitás arra, hogy hogyan kell együtt érezni másokkal, és hogyan kell valóságosan segíteni. Az inkluzív nevelés igazi új irányzatai nagyon sok idői befektetést igényelnek, de mind azon alapszanak, hogy a pedagógus irányításával a gyerekek egymás segítség. Az inkluzív nevelést mesterszakon tanítják a Nyíregyházi Egyetemen. A pedagógus képzés alapszakjain az új mintatantervekben is benne van ez a terület. A Nyíregyházi Egyetem hagyományosan is egy pedagógus képző intézmény, ahol a tanár és tanítóképzés mellett ettől a tanévtől elindult az óvodapedagógus képzés is. Nagyon-nagyon sok a jelentkező, 100-nál több hallgató van óvodapedagógus képzésen levelezőn, és olyan 40 körül a nappali tagozaton. Amiben szintúgy emelkedés volt ebben a fejl tanévben a tanárszakokon, de természetesen ott még nem érjük el azt a kívánatos szintet, mi sem az országban, más egyetem sem, hogy elégedettek legyünk a létszámmal. Az idei tudományos konferencián több mint 525 szakmai anyagot mutatnak be, 61 szimpózium, 203 tematikus előadás hangzik el 40 szekcióban. A neveléstudományi kutatásokban a Nyíregyházi Egyetem is részt vett. Nagyon sok kutatással jönnek a kollégák, vannak, akik a környezeti neveléssel foglalkoznak, zenei kutatásunk van, az iskolai erőszak problémájáról hangoznak el előadások, aztán mi is az inkluzió kérdését is feszegettük, én magam is két előadással készülök, és ezen kívül könyvbemutatókat is hallgathatunk majd a konferencia 3 napján. Tehát a kérdés, azt kell mondanom, hogy még a korábbi években tényleg azt tapasztaltuk, hogy 3-4-5 kollega vett részt ilyen konferencián, most 30 felett van a kollégák száma, akik előadásra készülnek. A neveléstudományi kutatások eredményeire támaszkodnak az oktatásfejlesztők, és figyelembe veszik azokat a köznevelést érintő reformok bevezetésénél.